Szali, ez a úgymond nevem. Szalontai Dávidnak hívnak, és 25 éves vagyok. Sziasztok! Az Ózdi Fenegyerekhez tartok éppen Szalontai Dávidhoz, aki az X-Faktorból ismerős, a 2018-as X-Faktornak egy, hát egy igen kiemelkedő figurája, aki felégette, feltüzelte a színpadot a produkciójával, a saját dalszöveges produkciójával. Most hozzá megyek le Ózdra, és Ózdról elmegyünk Edelénybe egy ilyen tehetségkutató versenyre, ahol Miklósi Ákos lesz az egyik zsűritag, aki a Common Vibe-nak a szülőatya. Úgyhogy, hát igen. Egyébként a YouTube-on például nagyon vegyesek a kommentek a produkcióját illetően, és hát erről is fogom egy kicsit faggatni, hogy hogyan éli ezt meg, és hogyan változott meg az élete az X-Faktoros produkciója után. És végig fogom kísérni a napját, a napunkat a kamerával. Az úti cél a bal oldalon található. Szevasz, tesó! Tesó, mi a helyzet? De mi van, mi újság van? Hú, de jó, hogy itt vagy, ezen éve nem láttalak. Csá, tesóká. Jó vagy? Felsze, fasza minden, hallod? Na, hogy vagy, mi újság van? Ó, fasza minden, tényleg olyan másabos vagyok, mint a fasz, de tényleg? El vagyok magamnak. Miért nem kerültél be a székesnél? Ja, miért nem adtak le? Az miért nem adtak le? A faszom tudja. Szerintem azért, mert nem akarták, hogy nagyon szar legyen a... Teljesítmény? A szar teljesítmény nem akarták leadni, mert szerintem azon voltak, hogy ne legyen az, hogy jó előválogató, azt utána meg akik bekövettek, hogy tényleg szerettek, kikövessenek, hogy milyen szar voltam. Nagyon jó voltam. Meg az, hogy tényleg a kommentek is, Facebookon is írnak, hogy gratulálnak, az annyira jó volt. Már örülök neki. Viccen kívül, én is nagyon örülök. Örülök neki, hogy ilyen sikereket elértél magad. Ja. Tényleg. De figyelj, és... Furcsa is, jó is, hogy mondjam. De jó érzés, nem? Ja, legjobb. Minden nap? Kicsit zavarba vagyok. De mostanában már nem írnak annyian. Aha. Petert az ismerős jelölésem úgy, hogy nem nagyon jelölgetnek már. Úgyhogy most nem tudjátok jelölni a Szalit. De követni tudtok, azt iratkozzatok fel. Hogy változott meg az életed, amióta leadták a tévében? Hát hívnak azóta, sok helyre. Igen, fellépni? Ahogy csütörtökön is voltam, mert egyik havernak volt a húgának a születésnapja, azt akkor énekeljek. Hát jó, nem tudtunk alapzenét tenni, de nem baj, az elnyomtam én izé szintetizátoros. A szív a lényeg, jó, nem? Így van. Szóval hívnak fellépni azóta, mióta leadták? Hát ja. De most tegnap voltam, és nem tegnap, amúgy tegnap előtt, csak most kiesett tegnap, úgyhogy nem tudom, így na, voltam Putnokon. Egyik haver hívott. Nem írogatnak csajok? Dehogy nem. Olyanok is, akik régen lesiköptek, de az ilyeneknek azt mondom, hogy fuck. Az ilyeneknek nem tudok más mondani. Igen? Na most mit mondjuk? Örülnek, látnak, lövik a képeket, én megyek oda őket megölelgetni, felajánlom nekik, hogy lövünk egy képet. De volt valami potya dugás? Nem nagyon azóta. Nem nagyon járkálok ki a házból. Nem? Ja, félek attól, hogy ahogy mondtam, hogy Brooklyn, azt akkor összeverdek, nem igaz amúgy, de nem nagyon izé. Ja, hogy bosszút állnak, amilyen leírtad a szülőpalt. Kaptam olyan kommenteket is amúgy, lejárat, mózdot, meg ilyenek, de ez tényleg csak az ellentét, azt akkor az be is dühítőzték amúgy, dühítős fejek voltak. A lényegében lehet benne igazság, mert jó, Oznak van egy mítosz, azt meg kell lovagolni, az való igaz. Szóval ettől lett érdekes a történet. Aha. Szóval lett egy ilyen jó kisfilm belőle, azt akkor tényleg az, hogy is mondjam így,
kellemes csalódás kategória voltam, mert lehet, hogy ebből nagyon durva helyről jöttem, Ózról, három út van mifelénk, ugye ebből lehet azt gondolták, hogy én ilyen izé vagyok, ilyen bűnöző? Gettó patkánya, gettó szökevény, azt akkor oda megyek itt tenni a fejemet, majd jó, beégek. Lehet az első reakció ez volt, amikor ezt meglátták. Azt utána, amikor elkezdtem azt mondani, hogy szív a lényeg, én szívből élek, akkor már lehet kezdtem szimpatikusabb lenni. Aha. Szóval ezt nagyon jól összetették. De akkor tudatos voltál te is egy kicsit, nem a műsorban? Hát ja, fél, ezért jó volt. Próbáltam azt mondani, ami tényleg a szívemben van. Azért, hogy tényleg ez egy alkalom, ezt a marketing szempontjából megnézzük, akkor ennek kurva nagynak kell lenni, hogy robbanjon is. Meg ez egy olyan alkalom tényleg, hogy ez egy olyan ugródeszka, amit ha rosszul ugrok meg, akkor baszhatom az egészet. Amire azt mondom, hogy az nem igazi. De így jó volt. Kajakra. Gáspárnak tetszett, nem? Ja. Ó, elva tapsolt. Na, a közönség is. Annyira jó érzés volt amúgy. Nagyon jó. Megmondom a frankót, hogy én amikor ott voltam, abban a pillanatban én extázist kaptam, szóval én emlékeztem erre, amikor a tévébe visszanéztem, de az volt az igazi. Szívből jöttek a kommentek. Kajak. Nézem a tévébe, azt a telefon lefagyott, annyira pigyene. Pim, 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 messenger, minden. Hű, mondom. És nem tudtam senkinek se visszaírni. Úgy, hogy lefagyott azonnal. A telefon? Nem az, hanem hogy annyian írtak, én meg már akkor mondtam, hogy megyek le, csak megnézem magam a tévébe, mert akkor éppen lent voltam. Írnak, dobjunk össze közös zenét, meg ilyenek, és akkor ez annyira jó érzéssel tölt el, hogy tényleg az, hogy amit csináltam, az beérte a gyümölcsét úgymond. Mert én tulajdonképpen nem akartam én. Híres lenni, nem akartam én. Sztár lenni, meg nem is vagyok az a búj, nem azért mondom, csak a lényeg az, hogy túl nagy a figyelem ahhoz képest, mint amire én számítottam, és ez egy fokon egy kicsit fárasztó, úgy mondom, hogy szellemileg mire visszaírok mindenkinek, elfáradok. Ez itt a csöcsös csajok, Pina vég, pina fölött a foncs, a sző. Szabad vagyok, mint a madár, előttem nincsen határ. Lelkem félik, lelkem szár, minden oké. Szabad vagyok, mint a madár, előttem nincs a kadály. Lelkem félik, lelkem szár, minden oké. Verem a sok gyerekkori pajtás, de mindig kifakul egy-két pajtás. Nekik a becsület, nekik az árulás, meg a kicsit adom állulás, jönnek már külföldről hozzára haverok, egy sörtől meg lazán, mert rúgok. Indul a szeszközem, csártás a csirió, meg minden faszám, mert egy sztori, mert a luka régi, bárhova tesznek minket az égiek, a gesztusaik mindig testvériek, aki áruló, sohasem érzi meg jó idő van, csaljuk le focizni a rétre, aztán gyerünk szocizni a rétre, hát mert bének, ha már gyenge ütna szúrni kéne, 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 szabad vagyok, mint a madár, előttem nincsen határ, lelkem fénik, lelkem szár, de minden oké. Szabad vagyok, mint a madár, előttem nincs akadály, lelkem fénik, lelkem szár, de minden oké. Hey, jó! Bevonulás. Na, milyen a hely? Ó, nagyon patent. Jó lesz? El vagyok. Úgy érzem, hogy siker lesz. Ha nem is, átütő siker, de a siker az biztos. Mit fogsz előadni? A Minden Okét, meg az Elsüllyedt Világot. A Minden Okével voltam az X-Faktorban. Az Elsüllyedt Világ, meg egy videóklip formájú dal. Most raktam fel egy két hete. Tetszett az embereknek, hál' Istennek, pedig ott énekelek, azt még nem tudok. Aha. De azért megpróbálom. A célnak meg fog felelni. Na és mit vársz ettől a tehetségkutatótól? Hát nem tudom igazából. Én örülök annak, hogy felléphetek itt. Örülök annak, hogy megmutathatom magamat. Egy szélesebb körben is, akik itt vannak, azok meglátják majd, hogy a szív a lényeg. Mondjuk ezt eddig is szerintem is tudták, de szeretném ezt nyomatékosítani, hogy tényleg kimutatni azt, ami a szívemben lakozik. Ha megnyerem, ha nem, nekem ez már bőven elég volt. A többi már csak a halatortán, meg a bónusz. Meg a tejszínhab tetején a megy. Vagy a pina vég, pina fölött a foncsik, a szőr.
Ez az izé, pinacsiék. Hány emberre számítasz? Akik eljönnek ide? Igen. Fogalmam sincs. Remélem, hogy teltház lesz. Remélem, sokan jönnek. Majd te meg... Remélem, hogy lesz olyan is, akinek már nem jut hely. Nem rosszból, hanem hogy tényleg annyira telt legyen. Hát jó, hogy már állni is kelljen. Mindig jobb, mint hogyha kevesebb ember lenne, mint amennyi szék van. És akkor így jó lesz. Legelőször fogok jönni. Előttem fog jönni Farkas Pisti, Nulladiknak. Ő lesz a legelső. Az anyáktól ő is valamit. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ő neki nagyon nagy rajongója vagyok. Még a fekete vonatos időszakból. Bileko. Murisem mosukárachi, vianef tu bebu izi. Ez legendás szám. Tényleg, és erre azt lehet mondani, hogy ez örökzöld zene. Nem olyanok, mint amik most vannak. Fél év után elfelejtjük őket, vagy ilyen. Nagyon oda kell tenni magát az embernek, hogy örökzöld dalt tudjon írni, ami tényleg fennmarad mondjuk 20 év után is, x év után is. Akire még mondjuk a 50 év múlva is ugyanúgy fognak táncolni a nyugdíjasok, akik akkor voltak fiatalok, amikor ez kijött. Nagyon, nagyon nehéz. Viszont, hogyha megvan a szív, akkor megvan minden. Ez egy olyan eszencia, amit nem lehet kiszegmentálni ebből a dologból. Úgy gondolom. Voltatok sokat? Igen. Várod? Várod a versenyt? Nagyon. Az a lényeg, hogy megnyerem. És meg lesz a nyeremény? Igen, meg lesz. Te mit mondasz? Ha. Meg lehet. Készülsz? Aha. Viszok egy feles. Jó van. Jó lesz, úgy érzem, ó, király. Jó van, várod? Csöpet másnap most vagyunk, de igen? Túlvészeljük. Jó lesz? Hát te berúgt. Amúgy, és másfány íz. Mentes. Reklámhelye, kék forrás, természetes ízek. Vársz akkor a sikert, mint az X-faktorba? Hát jó lenne, megmondom őszintén. Tehát most az Istenre bízom. Nem várok semmit, minden úgy jön, ahogy jönnie kell. Zsors. Gáspár Atti nem lesz itt, azt tudod? Hát az baj. De itt lesz a Farkas Pisti helyett. Így van. Legendák ezek az emberek. Stílusilag, zeneileg, meg mind emberileg is, mert jó emberek. Szívből élnek ők is. Radics Gigi azt mondta neked, hogy szerettünk Szali. Az annyira szíven hatolt nekem, hogy szerelmes lettem. Szerelmes lettél Radics Gigibe egyből? Igen. Jövőre megyek, meg fogom magamnak. Ha csak nem hagyja ott a jamaikai barátját, aki hát most van. Hát figyelj. Amellett nincs ellen, amellett nem lehetek ellenfél, vivetei társai. És a Puskás Peti? Ő nagyon, ő is bírta úgy, neki örültem, hogy azt mondja, hogy Szali, bejött, és azt mondta, hogy megpuszilom anyut, reggel felkelek, és ez annyira jó volt. És a Bay Alex? Ő neki már meglepődtem arról, hogy mit mondott, hogy jót mondott, csupa jót. Hogy próba rám fog emlékezni, tőle féltem, megmondom őszintén. Tőle olyan szinten féltem, hogy neki nem fog átjönni a produkció, túl furcsának fogja tartani, vagy ilyesmi. És akkor már az eléggé szélsőséges karakternek tartom magam. De szerencsére átjött minden, ahogy kellett. Nem sokára kezdődik a válogató. Pár perc választ el a dolgoktól, igaz? Így van. Mindjárt jövök. És akkor Isten áldása menjen mindenkire, minden versenyzőre, mindenkire, aki itt van, nézőkre, szervezőkre. Versenyző van jelen. Mielőtt belevágunk, szeretném a Máté Szeretett Szolgálaton Nagy Kálmát felkérni egy köszöntőre. Úgy tudom, hogy szeretne szólni. De lehet, hogy nem. Nekem ezt mondták. Hát akkor megnyitnám ezt a Mibe vagyunk, tesó közönség és tehetség kutató alkalmat.
Igazából ez a FO 1, 3, 4, 16 jövő pályázat. Megjegyeztem, igen. Hadd mutassam be a zsűri tagjait. Miklósi Ákos kollégám a pályázatban kultúrális koordinátor. Pályi Ádám. Népzenészet a kultúrális antropológus szakszakorban. És a sztár vendégünk Farkas Pisti, aki készül egy... Roma Soulban is játszik meg többféle formációban, és akkor nulladikként így soron kívül ő kezdeni a műsor. Nekem is úgy fáj, a szívembe vágy, ha rád nézel, de engem nem lát. Bizalmaddal ajándékozzál, színes ez a pár másodperc, és te jössz? Igen, hogy izgulok. Te jössz? Igen. Nem fogok behagyni a színpadra. Ilyen másnapos. Ez két feles kép. Ma mink is úgy jöttünk, hogy négy az elmusztásod. Szali, te jössz? Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Zoladi Dávid vagyok, rappel foglalkozok, írok dalokat, már nagyon régóta, 10 éve kb. Az egyetemet zenésítem én már 3 éve, 4 éve körülbelül, és azt a 7 dalat remélem tetszeni fog nektek. Remélem úgy adom előre, hogy sikerül, hogy jó lesz. Igen. Semmit a mától, csak rapperek. Hallják tempószidom, meg az rendenek. Ilyenkor a hiány érzed, lelkemet én mindig azt mondom, amit érzek. Általában több, sebből érzek. Mert az emberek bizony nem néznek. De egy valamit nagyon benéznek. Mert a napomat nem szárgyel. Majd a balét hagyok a máján. Úgyhogy barátom az utakból állják. Inkább vele megyünk száján. Ülünk azonban fekszem. Megelégettem a teljesítményemmel. Komolyan mondom, nekem ez jó volt úgy, egyedül az énekkel, nem. Mélyebben kellett volna jönni a ragásom, de nem tudtam, mert volt rajtam egy flash, egy áldás. Az egyiket természetesen örülni fogok nekik, hogyha nem, akkor se csüggedek, majd a közelebb megpróbálom még egyszer, és akkor jó lesz. Megmondom őszintén, hogy nagyon tehetséges emberekkel találkoztam, és ugye tágrétű a dolog, hiszen voltak táncos produkciók, voltak rappelek, énekesek, zenekarok, jobbnál jobb produkciókat lehetett látni, és külön kategóriába is sorolhatnánk őket, mert nehéz az összehasonlítás. Lehet, hogy a táncoló kis csaj fogja megnyerni, mert ő nagyon jól csinálta. De lehet, hogy én, vagy lehet, hogy az énekesek, akik zenekarban nyomták, mert némelyik olyan hangulatot csinált, hogy én kajat táncoltam így ülve, de itt van, 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 de itt van. Egy csomó ötletem van, de ez kéne lány is. Olyanok, akik tudnak tverkelni, de ezekből nagyon kevés van
meg terem, meg nem is jönnének túl nagy képűek, az úgy gondolom. Félnek attól, mert most hallják sokan azt, hogy ó, videóklip, akkor orgiák vannak utána, pedig ez nem is így van. Én legalábbis nem dugdám meg azokat a lányokat, akik mondjuk jönnének a videóklipembe. Annyi, hogy lehet, hogy azt mondanám, hogy csinosak, hogy minden, lehet, hogy kicsit intimebből beszélnék velük, de semmiképpen sem mennék át fajtalankodásban, ezt itt és a Tattoos testvérem előtt kijelentem, úgyhogy aki jönni akarna esetleg videóklipbe, az tudja azt, hogy úri nőbeni ellátásban fog részesülni az alatt az idő alatt, plusz még ellenszolgáltatás fejében meghívom egy szelet pizzára, amit elfogyaszthat nálam a konyhába, és egy üveg bort is veszek. Készülnek új zenék? Készülnek. Írom a szövegeket, már csak kivitelezni kéne a felvételeket, és akkor jó is lenne minden, de sajnos ez túl bonyolult. Nekem nincs mikrofonom, és panom nem mindig ér rá, meg pénzem sincsen úgy, mert mindig szoktam lecsengetni neki egy cseppet, és akkor minden fasza, de most sokat voltam Pesten, meg anyámat is támogatnom kell, ezért nem nagyon jut erre időm. És akkor itt van Várkos, a Miklós, Ugye sok fellépőt láthattunk itt ebben a, ezen a szép, jó hangulatú klub délutánon. Minden versenyző egy egyedi produkcióval állt elő, nem volt egyszerű a zsűri dolga. Megterhelő volt a döntés meghozni számotokra? Hát nézd, nem volt egyszerű. Tehát tényleg azért szenvedtünk rajta, de én úgy gondolom, hogy mindenkivel igazságosan jártunk el. Illetve figyelembe vittük azt is, hogy itt az emberek eljöttek megmutatni magukat. De szeretnénk, hogyha továbbra is ezt az értékes dolgot, amik bennük vannak, ezt ugyanúgy meg tudják mutatni, és szeressék az önkifejezést használni, és hogy ne szégyenbe vagy kudarcba fulladjon ez az egész. Szóval megpróbáltunk tényleg mindenkinek adni valami olyasmit, ami ösztönzi. Na. A későbbiekben? A későbbiekben is, és valamit tud. Lesz még hasonló rendezvény esetleg? A közeljövőben? Amit ti négyen zsűriztek. Amit mi, most nem nagyon készültünk. Ez ilyen egyszeri alkalom volt. Jól éreztem magamat ma fejezetten. Nem is lesz még több ilyen? Hát most nézd, lesz egy fellépése ennek az alkalomnak, ugye aki a legjobbak voltak, azok jöhetnek fellépni Budapestre. Persze nem mondom el még, hogy kik ezek. Kicsit, de megtudjuk hamarosan. De hamarosan megtudjátok. Ne izgulj. Mindenki azt kapja, ami neki jár. Valaki pendrive-ot kap. Van, aki meg egy, ne énekelj többet cédulát, ha? Miklósi Ákos, a Common Vibe szülőhetje, kösz. Köszi szépen. Szeretek táncolni. Peace, bék, hatalom. Zsemó. A zsűri közül akkor Pistit szeretném megkérni, hogy adja át a díjakat majd. Kálmán, nem tudom, hogy csatlakozol-e. Kálmán fotózik. Én pedig akkor elmondanám az eredményeket, hogy mire jutott a mi szakmai zsűrink. Stúdió felvételt nyert Sully G. Mondhatni, az álmomat értem el azzal, hogy tovább jutottam. Úgy gondolom, hogy a többi már csak bónusz és Isten ajándék lehet. Zsámo? Annyira jó volt, tényleg. Jó volt, örülsz neki? Örülök, igen. Mit nyertél, Sully? Egy stúdió felvételt, a Common Vibe stúdióval, ami nagyon nagy örömmel tölt el engem. Nagyon jó. Ezt a szép szobrocskát is megnyertem, meg egy csokit. A csokit nem tudom, az egyik szép lánynak lehet. Mindenkire. Szép trófea. Gratulálok én is, Sully! Gratulálok! Én is neked, tesó! Meg a gringó! Tesó! Nagyon király! Ez annyira jó! Ez felemelő érzés! Ennél több nem is kell!
Vége a tehetségkutatónak, itt vagyunk a backstage-be. Hogyan értékeled ezt az egész napos programot? Nagyon pozitív volt. Mind a többi versenyzőnek is a produkcióját végignéztem, volt, amikor táncoltam, volt, amikor leesett az állam, volt, amikor így voltam, hogy... Igen. És tényleg, az maga a légkör is nagyon jó volt. Buli szemból sok elrágyé, ki a neftő bébú ízi, ki neftő hész utóbb hene. Ja. Nem tudok cigányom, de fanatikusan ki tudom ejteni, és meg tudom tanulni, és nagyjából átérzem azt, hogy mit jelenthet ez a szöveg. A szív a lényeg. Az egyik főszervező, Rákos. Nagyon örültem, hogy itt lehettem. És a Pistinek is tetszett. Pici meg Pisti, igen, mondta, hogy neki nagyon tetszett a szövegei. És ez, hogy ő azt mondta, hogy jó, igen. Ez nekem felér egy elismeréssel. Ezt azért mondom, neki mert ő nekem nagyon régóta szimpatikus. Uh-huh. A Bilakóban nem tudtam, hogy ő van először. Uh-huh. Utána jöttem rá, hogy kijött a fekete-fehér, a szememben néz, hogy... Ez ugyanaz a csávó, aki a fekete vonatban volt, mert ott olvastam a kommenteket, hogy ez tényleg, a hang is ugyanaz. És akkor döbbentem rá, hogy ez a csávó egy ikon. Megváltozott az életed az X-Faktor óta, és ha megváltozott, akkor miben? Én megmondom őszintén, amióta elmentem egy tehetségkutatóba, az X-Faktorba, meg voltam az Anikó Show-ba is, azóta annyi híres emberrel találkoztam, hogy a világ életemben nem találkoztam annyival, az 25 éves vagyok. Ez alatt, az egy év alatt. És elismernek, megdicsérnek. Így már a sok ember, akik negatívak voltak, ők is pozitívvá változtak. Most én azt mondhatom, hogy más a rólam kialakult kép ezáltal. Szóval eddig, akik mondjuk lányok is azt mondták, hogy húzd már a picsába, mit akarsz te tőlem, meg mély jössz ide, ne zavarjál, ne zavarjál, most azok is írkálnak. És akkor ez nekem ilyen paradox, hogy most az én meg benne voltam a tévében. És akkor írkálnak. Lányokhoz is jobban oda megyek, mert sikeresnek érzem magam, nem érzem magam lózernek, hogy nincs meg bennem az aura, az a fagyos aura, hogy mert tényleg az aura az nagyon fontos, hogyha azt gondolom én, hogy az a lány úgyis el fog hajítani, akkor az a lány azt megérzi, és hiába megyek oda, már nem olyan a mozdulat, nincs az a szikra, mint hogyha eltaszítanám magamtól a lányt. De most az aurám úgy lobog, mint a tűz, és akkor elmegyek az adott lány mellett, és akkor ő vonzul, oda vonzódik. Nem az, hogy eltaszít, hanem vonzónak talál. És ez mind a belső önbizalom. Ez ugyanaz, hogyha nem hiszel magadba, akkor senki nem fog. Ha én magamat csúnyának vagy lózernak tartom, akkor az kivetül rám az arcképemre, a környezetemre is. És akkor a depresszió is látszik egyébként az emberen, hogy be van esve az arca, mert tényleg ezek testi jelekkel is rávetülnek, és akkor most én virulok, és akkor látom, hogy az emberek is mosolyognak körülöttem, ez nekem annyira jó. És sokan azt mondják, hogy sztár lettem. Én nem vagyok az, megmondom őszintén. A sztárok, azok ott vannak, hogy Tupac Shakur, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, ezek sztárok. Én egyszer jókor voltam, jó helyen és jót csináltam, attól még nem tartom magam magasabb rendű embernek, pedig sokan azt mondják, hogy a live-jaim miatt, hogy nagy képű lettem, biztos, hogy gondolkoznak ilyeneket. Pedig én csak pusztán azt csinálom, amit eddig mondjuk nem mertem megcsinálni, hogy ráírok egy lányra, hogy szia, nagyon tetszel nekem, nem-e volna kedved esetleg találkozni. Sokan megismernek azóta, hogy benne voltál az X-Faktorban? Többen jönnek gratulálni. Én megköszönöm szépen, oda megyek, most oda jönnek, most gratulálnak, és akkor mondom, hogy tényleg én szoktam jönnek, mondjuk csinálni egy képet, hát akkor csináljunk egyet. És most, hogy kiestél a táborba, meg fogod próbálni jövőre, ugyanígy? Meg, mindenképpen megpróbálom. Mert úgy gondolom, hogy azért estem ki, mert meg voltam fázva, ezért nem is adtak le egyébként, mert nem tudtam volna, és beárnyékolta volna azt a... az eredményt, azt a szép eredményt, amit ott elértem. És akkor tényleg 50%-os magamból való kihozatallal tudtam ezt véghez vinni, de akkor se lehetett volna mondani, hogy feladom vagy valami, hogyha ezt le is adják, akkor is lehetett volna látni, hogy a szív ott van, ordítottam, kapkodtam a levegőt, meg mindenet, a szerencsétlenség volt. Prikezsír,
De megmondom őszintén, hogy mi volt a kérdés? Hogyan reagálod le a kommenteket? Hogy ennyi kommentet kapsz? Ezt téged ez hogy érint? Hirtelen jöttek ezek a sok kommentek. Van, amelyik videón már van 1000 like, ez nagyon jó, meg vagy 200 hozzászólás, minden nap szólnak hozzá. És az érdekes, hogy jót írnak, csak jót. Ez nekem annyira furcsa. Én szíveket szoktam rátenni, mert megmondom őszintén, hogyha elkezdeném a kommentekre válaszolgatást csinálni, akkor szellemileg úgy leterhelődnék, hogy egyszerűen nem akarok sablon lenni, hogy beillesztek egy köszönöm, hanem én mindenkinek egységesen kap egy szívet, és akkor... Van pár negatív egyébként, láttam. Azokhoz hogy viszonyulsz? Leszarom őket, konkrétan. Most például azt mondják, hogy ez a produkció, amit ott nyomtam, szar volt. Na most, elmondom őszintén, nekem se nagyon tetszett, amikor visszanéztem az ének. Az ének az nem jó. Sokan mondták, de építő kritikák éppen, hogy nem jó a hangom. Fogjak magammal egy énekest vagy egy énekesnőt, és akkor úgy már tarolni fogunk, mert a raphez van tehetségem, azt mondták. Nem én mondom, ők mondták. És akkor ez jó. De tényleg volt olyan, aki betámadott azért, hogy Ózd, Brooklyn. Én meg azt mondom, hogy Óznak van egy mítosz, amit meg kell lovagolni, ezzel én nem lejáratni akartam a városomat, mert azt mondták, hogy beleszerok a saját fészkembe, meg hogy tehetek ilyet, hogy beszélhetek így. Szerintem ez egy elismerés. Sokan szeretnének szerintem Brooklynba lenni, mert az egy fullos hely. Úgy értem fullos, hogy azért ott megy a keménység. És ezzel nem azt akartam mondani, hogy gettó van, hanem azt akartam mondani, hogy mi olyanok vagyunk, mint a spártaiak. Akkor jövőre ugyanitt? Jövőre is. Ugyanitt, X-faktorban is remélem, látható leszek. Köszönöm. Gratulálok neked. Jó, jó volt a fellépés. Jó volt, nagyon jó volt. És imádtam téged, és te is jó voltál. Köszönöm. Elfáradtam, és másnapos vagyok, és így ez a nap, ez hát rányomta bélyegét, de hál' Istennek ez egy pozitív dolog volt, még hogyha másnapos voltam akkor is. Na, pizbék a dolog. Sziasztok mindenkinek! Nagyon örültem, komolyan mondom. Jó, puszti. A szememben néz, akkor ítél, ha megismertél. Mert nekem is úgy fáj, a szívembe válj, ha rám nézel, de engem nem látsz. És hogy ránk esteledett a múlt? Gajtna mi nappal volt? Hát ez van. Mit fog csinálni otthon most, Szali? Én? Bedobok egy sört. Kaját szerintem, hámsörözök, másnapos vagyok, nagyon ilyenkor, ja. Nem az embarom.